Arató Gergely képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt ház, miniszterelnök úr! Ön nagy kedvelője a sportsikereknek, de most egy olyan rekordot sikerült felállítania, amelyikre egyikünk sem lehet büszke, és egyikünk sem örül, ez az inflációnak az európai rekordja. Magyarországon az élelmiszerárak 50%-kal emelkedtek decemberben egy éves összehasonlításban, ezen belül a kenyér 80%-kal, a tojás közel 80%-kal, van és vajkrém 75%-kal, és még folytathatnám. Eközben az európai átlag az 18%, miniszterelnök úr. Hasonló a helyzet az általános inflációval is, mert önnek mindig az a válasza erre, hogy hát a szankciók, hát ezek a csúnya szankciók, emiatt van minden. De ezek nagyon speciális szankciók akkor, hogyha csak Magyarországon lökik meg így az inflációt, hiszen a januári adatok szerint 26% volt Magyarországon az infláció, ez több mint 2,5-szerese az Európai Unió átlagának, és ez az infláció ráadásul nem, hogy nem csökken, de Magyarországon még növekszik is. Az a helyzet, hogy ő hazudik a magyaroknak, amikor azt mondja, hogy a szankciók miatt van infláció, hiszen például Lengyelországban ez az infláció 16%, mert ugye azt is mondta, hogy akinek hosszú határa van Oroszországgal, az van veszélyben, vagy közel van Oroszországhoz, Lengyelországnál már nehezebb közelebb lenni. De a hasonló helyzet Romániában, aminek Ukrajnával van hosszú határa, ott 13,4% az infláció, és még folytathatnám. Tisztelt miniszterelnök úr! Nincs szankciós infláció, nincs háborús infláció, Orbáni infláció van. A választókerületeim polgárai azt kérdezik Kőbányáról és Kispestről, hogy mikor lesz elég, mikor látja be azt, hogy nem képes kezelni a helyzetet, nem képes kezelni az elszabadult inflációt, mikor mond végre le. Tisztelt országgyűlés, az azonnali kérdésre. Orbán Viktor miniszterelnök úr válaszol. Miniszterelnök úr, öné a szó. Tisztelt képviselő úr, az a benyomásom alakult ki, hogy még a saját frakciát is meglepte ezzel a követeléssel. Én hozzászoktam már ahhoz, hogy... És olyan képviselőktől, akik az ön előtt pártjába ültek a 80-as évek végétől, hozzászoktam már, hogy akármi rossz történik, akár Magyarországon, akár a világban, azért előbb vagy utóbb a kormány, azon belül is a miniszterelnök lesz a felelős. Kicsi öröm az ürömben, ez már Antal József idején is így volt itt 1990-ben. Szerintem azt mondani, hogy a magyar kormány felelős az inflációért, az teljes tájékozatlanságra és közgazdasági műveletlenségre utal. Az inflációnak nyilvánvalóan az oka, hogy egész Európában elszabadultak az árak. A magas árszínvonal az azért van, mert Európa úgy döntött, hogy szankciókat vezet be Oroszországgal szembe. Hiszen az olcsó energia Oroszországból érkezett. Azóta onnan nem érkezik, ezért drága energiával kell ellátni az Európai Uniót. Miután az orosz gáz ára is a tőzsdéhez van kötve, és a tőzsdéárak fölmentek, ezért mi, akik egyébként nem nyugatról kapjuk az energiát, is megszenvedjük ennek a következményeit. Ráadásul, mint volt szerencsém korábban elmondani, Magyarország olyan ország, melynek nagyon nagy ipari kapacitásai vannak, nagy energiaigényel. Ugyanakkor saját energiaforrásunk nincs, importra vagyunk utalva, és a nagy importkitettségünk miatt az infláció Magyarországon nagyobb fájdalmat okoz, mint olyan országokban, amelynek a kitettsége kisebb. A kérdés nem is ez. Ez akár lehetne egy akadémikus közgazdászvita. A kérdés az, hogy mit teszünk. Hogy a magyar kormány mit tesz, az pedig ma délután már volt módon bemutatni itt a tisztelt ház előtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Egy percben parancsoljon. Tisztelt ház, miniszterelnök úr, van még egy-két ipari ország az Európai Unióban. Úgy látom, ugye korábban az volt a szöveg, hogy aki közel van Ukrajnához, ott magas az infláció. Most az a szöveg, hogy ott magas az infláció, ahol magas az ipari termelés. Ausztriában azért van iparról 11,5% az infláció. Németországban, amelyik önök szerint már megszűnt, ott 9,2% az infláció. Svédországban 9,6%. Miniszterelnök úr, ön ebben a viszontválaszban is csak gyenge kifogásokat mondott.
Az önkormánya képtelen kezelni az inflációs helyzetet. Magyarországon azért ekkora az infláció, ha tetszik, azért ekkorák az áremelések, mert az önkormánya rossz gazdaságpolitikát folytatott, és rossz gazdaságpolitikát folytat. Mikor vallja be végre azt, hogy elrontották, és gondolkozik el azon, hogy mit lehet tenni azért, hogy valóban csökkenjenek az árak Magyarországon? Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Miniszterelnök úr, ön jelszó. Tisztelt képviselőtársam, a magyar kormány szerintem jó gazdaságpolitikát folytat. A fundamentum, amire építünk, az a munkaalapú gazdaság. Az önök kormányzásához képest 1 millióval több munkahely és dolgozó ember van Magyarországon. Ennyivel többen élnek munkából, és ennyivel kevesebben segélyből. Még a nehéz időszakban is, mint a 2002-es év, ahol az Európai Unióban a növekedés mérsékelt volt, azt a mérsékelt szintet a magyar gazdaság növekedése meghaladta, és jó esély van arra, hogy ebben az évben se esünk recesszióba, hanem nőni fog a magyar gazdaság. A gazdaságpolitika rendben van. Az energiapolitikánkat kell hozzáigazítani ahhoz a helyzethez, amiben az egész európai gazdaság került, szerintem, az ön véleményétől eltérő módon, alapvetően a szankciók miatt. Ha a szankciókat ma kivezetnék, egyetlen pillanat alatt az infláció szintje egész Európában, minden országban legalább a felére lecsökkenne. Szerintem méltánytalan az ön értékelése, a követelését pedig most túlzottnak érzem. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Bedő Dávid, Gelencsér Ferenc, Szabó Szabolcs és Tompos Márton Kristóf, a Momentum képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnök úrnak. Kérem válaszoljon miniszterelnök úr címmel. Bedő Dávid képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon. Nagyon köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, én egy nagyon egyszerű matek példával készültem mára önnek. Bizony. Hallgassák csak meg. Ön oda megy az utcán 100 emberhez és megkérdez mindenkit, hogy kérnek-e egy narancsot. A 100 emberből 18 azt mondja, hogy igen, kérek egy narancsot. Maradék 82 viszont nem válaszol önnek, figyelmen kívül hagyja az abszurd kérdését és tovább sétál. A kérdésem tehát az önfelé, miniszterelnök úr, hogy az emberek hány százaléka kér narancsot? Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Minden hasonló gyermektett kérdés megvitatására szívesen fogadom az irodámban. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr válaszát, viszont válasz illeti meg képviselőt. Mindig humoros a miniszterelnök úr, csak hogy a szemfülesebbek valószínűleg rájöttek már, hogy ez a történet valójában nem a narancsokról szól, hanem a maguk hazug propagandájáról. Több milliárd forintot költöttek el a most futó kamu konzultációjukra, amit összesen 1,4 millió magyar állampolgár töltött ki, a választópolgárok körülbelül 18%-a. Mégis az egész országban óriás plakátokon hirdetik, hogy a magyarok 97%-a nemet mondott a szankciókra. Több milliárd forint rezzenéstelen arccal hazudnak folyamatosan, aztán döngetik a mellüket, hogy megkérdezték a magyarokat, miközben nyilvánvaló, hogy magukat nem érdekli a magyarok véleménye. De nem elég, hogy milliárdokból hirdetik a hazugságaikat, nem elég, hogy hangosan harsogják mindenhol, hogy a magyarok nem kérnek a szankciókból, mert közben maga kimegy Brüsszelbe és megszavazza a 10. szankciós csomagot is. Az én értelmezésemben két opció van. Nagyon sajnálom, lejárt az időkerete. Ellentétben cselekszik, vagy beismeri, hogy az egész konzultáció és a szankciókról szóló propaganda egy ordas nagy hazugság. Mi az igazság, miniszterelnök úr? Sajnálom, miniszterelnök úr, öné a szó, viszont választva parancsoljon. Hát én nyilván a korom miatt lassabban haladok, de nem a narancs áráról volt az előbb szó? Tehát ha jól értem, akkor mégsem erről van, nemzeti konzultációról. A nemzeti konzultációban több mint 1 millió ember részt vett. Tisztelettel köszönjük, hogy részt vettek a konzultációban. A fontos kérdésekben a magyar kormány hasonló szankciókat fog szervezni a jövőben is.
Köszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Harangozó Tamás, az MSZP képviselő azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Aktuális kérdések címmel képviselő, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszterelnök úr, én is számokkal kezdeném. Központi statisztikai hivatal számaival januárban 25,7%-kal nőttek az árak az előző évhez képest. Ennyivel kevesebbet érnek a fizetések, a nyugdíjak, de ami ezen belül is azt gondolom, hogy a mindennapi emberek megélhetését érinti, az az, hogy a rezsi csökkentés átalakításával, bizonyos értelemben megszüntetésével, bármit is mondtak eddig miniszterelnök úr, a KSH adatai szerint a háztartási energia 52,4%-kal drágult, ezen belül a vezetékes gázára 88,6-tal, tűzifájé 58-al, az elektromos energiájé 27,7-tel. Ami az embereket, ha akarják, ha nem érinti, ez a 44%-os élelmiszerár drágulás, és nem sorolom föl, hogy az alapvető élelmiszerek közül milyen 80-70 meg a körüli százalékos emelkedés volt az elmúlt egy évben. Azt mondja a miniszterelnök úr, arról beszéljünk, hogy mit lehet tenni. Frakcióvezetőnk mondott egy javaslatot, én most szeretném kérdezni a miniszterelnök úr személyes álláspontját, hogy lát rá erre arra esélyt, hogy érdemben ezen a területen előrelépjenek. Mi azt mondjuk, hogy ilyen esetben átmenetileg az élelmiszerek vonatkozó ársapkákat, hatósági árakat fenn lehet és fenn kell tartani, sőt szerintünk ki kéne terjeszteni más termékekre is. De ez csak akkor igaz, miniszterelnök úr, ha önök közben hajlandóak lemondani Európa legnagyobb adóztatásáról, és a 27%-os áfát és a rárakódó 4,1%-os kiskereskedelmi adót, amivel minden egyes kiló kenyéren az egyharmadát az állam visszaveszi még ilyen esetben is, erről az állam hajlandó lemondani, és akkor ki lehet terjeszteni további termékekre is, és valóban, amíg ilyen magas az infláció, fönn is kell tartani azon honfitársaink érdekében, akiknek higgyék el, milliós nagyságrendben ma is probléma, hogy be tud-e menni a boltba, és ott egyáltalán mit tud megvenni, vagy mit nem. Bárom válaszol. Köszönöm szépen, képviselő, tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsoljon miniszter. Köszönöm a kérdését, képviselő úr. Ha jól értem, akkor azt mondja, hogy a rezsicsökkentésnek a hatása mellett is növekedtek az energiárak. Jól értem, a mértékét illetően vita van közöttünk, de a lényeget illetően talán nem. Képzelje, mi lenne itt rezsiár ügyben, hogyha nem lenne a rezsicsökkentés politikája. Egyszer számolják ki, akik kritizálnak bennünket, számolják ki egyszer, hogyha nem lenne a rezsicsökkentés. Ha az átlagfogyasztásig semmilyen támogatás nem lenne, akkor hogy néz neki egy-egy magyar családnak a költségvetése? Hányan, hány százezren vagy millió fölötti számban mentek volna tönkre családok? Azért, mert ezek az energiárak egész egyszerűen kifizethetetlenek. Ha az átlagfogyasztásig nem támogatna a kormány az energiafogyasztást, abban az esetben Magyarország a legsúlyosabb szociális katasztrófával kellene, hogy szembenézzen. Ezért szerintem méltánylandó, párthovatartozásra volt tekintet nélkül, méltánylandó, hogy egy ilyen nehéz helyzetben a kormány nem akar lemondani azokról az emberekről, azokról a családokról, akik az elmúlt 11 néhány évben végre a létbizonytalanságból a középosztályi státusz irányába mozdultak el, mert ők lennének azok, akik elsősorban oda visszazuhannának. Tehát szerintem a rezsicsökkentés egy jó intézményrendszer, egy jó eszközrendszer, nem kritizálni kellene, hanem inkább erősíteni. Ami a ársapkákat illeti, szeretném megismételni, hogy az ársapkák kivezetésére nem kerülhet sor egész addig, amíg az infláció érezhetően és hosszabb távon is biztatóan nem kezd csökkenni. Hogy újabb termékekre kivessük-e, erről lehet beszélni, óvatosságot javasolnék. Az áfa csökkentésről pedig azt tanultuk meg, ezért ezt a javaslatot nem tudom támogatni, hogyha az áfát csökkentjük, akkor az így keletkező megtakarítás nem az árcsökkenés formájában a választópolgárokhoz vagy a vásárlókhoz kerül, hanem alapvetően a kereskedőkhöz kerül, és nem az a cél, hogy őket támogassuk, habár az ő munkájukat is egyébként elismerjük. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon. Miniszterelnök úr, nagyon egyszerű a dolog. Én azt mondtam, ami történt. Önök idén, tavaly nyáron megszüntették az addig fennálló rezsicsökkentést.
Amit én mondok önnek, nem tud vele vitatkozni, meg a KSH számai. Tehát behozták az átlagfogyasztást, tisztelt képviselőtársaim, tök egyszerű. Ha ugyanazok a szabályok lennek most, mint tavaly ilyenkor, akkor itt nem 88%-kal drágult volna a gázára a lakosságnak, hanem nullával. De önök megváltoztatták a rezsicsökkentés szabályait, és ennek köszönhetően az emberek 88%-kal többet fizettek a gázért, mint egy évvel korábban. Ezt jelenti ez a szám. Kettő, miniszterelnök úr! Miniszterelnök úr! Folytassa, képviselő úr! Volt államtitkár, lóbégatjét, hogy hazudok. Én tudok hazudni, mert a KSH adatait olvasom föl önnek, tisztelt német úr. Viszont ami az áfa csökkentést illeti, miniszterelnök úr, kérem gondolját újra, hogy amit mondott, mert mi a hatósági árral érintett termékeknél kérnénk és követelnénk, hogy az áfáról mondjanak le. Köszönöm a hatósági szépen. Áras terméknél, miniszterelnök úr, nem tudja a kereskedőben nyelni az áfát, hiszen hatósági áras. Képviselő úr, köszönöm szépen, egy perces időkerete volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg, miniszterelnök urat parancsoljon. Kicsit olyan megalázó, de nem csak nekem, hanem szerintem önnek is, hogy ténykérdésekről kell vitatkozni. Tehát egy értelmes vita az nem arról szól, hogy a fehér a 6 meg 6, a 7 meg 7, hanem arról, hogy milyen következtetéseket lehet abból leszűrni, és mit érdemes tenni. Most az én silabuszomban, amiből dolgozom, abban az szerepel, és a kormány ennek a tudásnak a bázisán áll, hogy a háztartások 67%-a az áram esetében, és 78%-a a gáz esetében csak rezsi csökkentett árat fizet. Ez egy szöges ellentétje annak, amit ön állít. Nem, ez szöges ellentétje. Én azt állítom, hogy a rezsicsökkentés politikája fönnmaradt, és miután védjük a családokat, ezért a családok 78%-a csak rezsicsökkentett gázárat, és 67%-a csak csökkentett áramárat fizet, és ez így van jól. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Brenner Koloman, Lukács László György és Zékkárpát Dániel, a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről miniszterelnök úr címmel? Lukács László György képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Nem tudom, hogy ön hogy van vele, de bevásárláskor még mindig nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen találni olyan termékeket, cukrot, tejet vagy akár csirke mellett olyan áron, ahol ön rögzítette. Ugye bevásárlók ezrei tapasztalják ezt a boltokban, üres UHT teljes polcokat, cukros polcokat, illetve olajos polcokat találnak. Ugye ez világosan látszik, és szerintem ön számára is mutatja, hogy a kommunista stílusú árstoppok, ársapkák azok hiánygazdaságot okoztak. Lassan ott tartunk, mint az átkosban, hogy az embernek jó, hogyha van egy boltos vagy kultos ismerőse, aki ezekből a termékekből tesz neki félre. Vagy mondhatnánk azt is, hogyha a szép hírű, illetve annak idején kedves műsor Tibi bácsinak a három kívánsága lenne, akkor a gyerekek cukrot, illetve tejet kérnének, mint annak idején egyébként banánt kértek ebben a műsorban Tibi bácsitól kívánságként. Világosan látszik az is, hogy cserébe viszont ezek az árstoppok, ársapkák azt eredményezték, hogy beépült más termékeknek az árába, lényegében inflációt eredményező hatású volt az árstopp, illetve az ársapkák. Világosan látszik, tehát, hogy tüzelte az inflációt. És az is látszik, tisztelt miniszterelnök úr, hogy míg a multik megküzdöttek ezzel az árazással, addig a legnehezebb helyzetben azok a legkisebb vállalkozások, legkisebb boltosok jutottak, akiknek nem volt hova hátrálni ebből, és ők most már a veszteségeiket számolják ebben. Önök elérték azt, hogy ezek a legkisebb vállalkozások, amely a Jobbik konzervatívok szerint a legnagyobb támasza a magyar gazdaságnak, ők vannak a legnehezebb helyzetben. Egyébként nem szokatlan önöktől, hogy valamilyen módon ilyen kommunista eszközökhöz nyúlnak, emlékszünk azokra a központosításokra, államosításokra, amit az elmúlt időszakban tettek, sokszor az önkormányzatok rovására, víziközművagyon, vagy akár az iskolák fenntartásával kapcsolatban is úgy hisznek a központi irányításban.
sőt ugye a nemzeti tűzépeknek, vagy állami tűzépeknek az új koncepció is ebbe az irányba mutat. De hogy a lényegi kérdésre térjünk, miniszterelnök úr, ugye kivezetik, és ha nem vezetik ki, akkor meddig kívánják még tartani ezeket a kommunista stílusú ársapkákat, ársapkákat? Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsolja miniszterelnök úr. Az ön hozzászólása arra emlékeztet bennünket, amiről korábbi alkalommal itt már beszéltünk, hogy mikor áll elő az a helyzet egy gazdaságban, amikor az államnak a szokásos szabályozó szerepen túl mélyebben is be kell avatkoznia. Ez egy legitim kérdés. Általában az a jó, hogyha a gazdaság a saját logikája szerint tud működni, és az állam arra törekszik, hogy csak és ott lehetőleg korlátozott módon avatkozzon be, ahol az föltétlenül szükséges. Én hiszek abban, hogy vannak kérdések, amelyeket az államnál, illetve a mindenkori kormánynál jobban meg tudnak válaszolni a gazdaság életszereplői. Akkor is, ha egyébként mi vagyunk kormányon. Tehát semmiképpen nem tekintem főszabálynak a beavatkozás politikáját. De az is igaz, hogy vannak olyan állapotok és esetek, amikor a beavatkozás elkerülhetetlen. És ha már beavatkozik az ember, akkor pedig nem tud normatív módon beavatkozni. Minél inkább rossz a helyzet, annál inkább konkrétan és célzottan kell beavatkoznia. Ezt tette a kormány is, beavatkozott. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ezt helyesen tette, és mik voltak a következményei. Én nem osztom az ön álláspontját. Ön azt mondja, hogy a mi intézkedéseink azok hiányhoz vezettek. Ez úgy igaz, hogy megpróbál a kereskedő, mert hát ő is emberből van és pénzből él, megpróbál védekezni az ilyen beavatkozásokkal szemben. Ilyenkor kisegítő szabályokat kell hozni, amelyekkel a kereskedőket mégiscsak rá tudjuk szorítani arra, hogy bizonyos termékeket tartsanak a boltba. Ezeket a intézkedéseket meghoztuk, és én nem látom a helyzetet olyan súlyosnak, mint ahogyan ön ezt itt leírta. Különösen, hogy az átkosban a hiány állapotát idézi, nem tudom, ez a fiatalkora miatt van-e, higgye, az nem ilyen volt. Nem. Az átkosban a hiány az nem ilyen volt, mint amit ön most lát. Ami a kisboltokat illeti, ott pedig a kormány, értve és tudva azt, amit ön itt elmondott, hogy kiszolgáltatottabbak és sérülékenyebbek, a 2023-as évben 8 milliárd forint működési támogatást ad azoknak a kisboltoknak, akiknek nehézséget okoz az ársapka. Köszönöm, miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon. Tehát miniszterelnök úr, szerintünk egy normális országban ilyen intézkedéseknek ilyen hosszan nincs helye. Mert az a helyzet, hogy önök ezeket az árstoppokat még a háború előtt vezették be. Akkor, amikor látszódott, hogy az árak emelkednek, az bizonyos, hogyha van lehetőség arra, hogy valamilyen módon az állam beavatkozzon, rövid ideig módja van rá, de az a mód, ahogy önök avatkoztak be, az valóban egy kommunista, igazi régi vágású beavatkozás a gazdasági életbe, amelyre nincs szükség. Egy normális országban nem ársapkákkal sújtják a kormányok, főként a legkisebb kereskedőket, egy normális országban hatékonyan megvédik a lakosságot az Európa rekorddel élelmiszer áremelkedésekkel szemben, és egy normális országban nem alakul ki hiánygazdaság. Tisztelt miniszterelnök, hogy higgyel, ezekből a termékekből sokszor igazi kihívást találni megfelelő termékeket. Ideje lenne a megoldásra koncentrálniuk, és arra koncentrálni, hogy Magyarországon a legkisebb vállalkozások tényleg megsegítésre lejjenek. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj, miniszterelnök úr. Amit a képviselő úrnak a szavaiból tovább gondolásra érdemesnek tartok, az, hogy milyen hosszan érdemes fenntartani ezeket az intézkedéseket. Mert egyetértek azzal, amit ön mondott, az nem lenne jó, hogyha ez állandó gyakorlattá válna és beépülne a gazdaságpolitika eszköztárába. Tehát a kérdés az, hogy milyen hosszan. És a mi válaszunk erre az, hogy miután mi úgy gondoljuk, hogy az infláció csökkentéséhez szükséges intézkedéseket meghoztuk, ha úgy tetszik, az ellenszert a szervezetbe bejuttattuk, és azt várjuk, a következő hónapokban ennek látható jelei lesznek, ezért a válaszunk az, hogy amint az infláció meggyőző módon tartósan csökkenő pályára áll, akkor az ársapkákat ki lehet vezetni. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Novák Kelőd, a Mi Hazánk képviselő azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek. Hajlandó-e véget vetni a Magyar Honvédség a genderképzésnek címmel? Miniszter úr távoléte miatt válaszadása Varga Tamás miniszterhelyettes urat jogosította fel. Kérdezem, és ha elfogadja a választható szemét, vagy személyesen miniszter úrtól kérje a választ. Köszönöm, elnök úr, de megadnám miniszter úrnak a személyes magyarázkodás lehetőségét. Köszönöm.
Tájékoztatom képviselő, hogy miniszter úrnak a harmadik soron következő kérések órájában kell válaszolnia. Igen. Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Támogatja a Mi Hazánk mozgalom megoldási javaslatait címmel. Miniszter úr távoléte miatt válaszadásra Rétvári Bence miniszterhelyettes urat jogosította fel. Kérdezem, elfogadja a válaszadó szemét, vagy személyesen miniszter úrtól kérje választ? Köszönöm, elnök úr, de megvárnám miniszter urat. Tájékoztatom, hogy miniszter úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés, Torockai László, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mire van pénz miniszterelnök úr címmel? Önné a szó, képviselő úr. A szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, úgy tűnik, hogy a kormánynak mindig van pénze arra, hogy a leggazdagabb globális nagyvállalatokat megtámogassa a magyar adófizető pénzéből. Ezt láthatjuk most a világ legnagyobb akkumulátor gyártója, a kínai CATL esetében, amikor 320 milliárd forintot ad a kormány ennek az óriás vállalatnak, de ezt láthattuk akár az amerikai BlackRock esetében, amikor a budapesti 2017-es iroda nyitáskor még 280 millió forintot még odaadott támogatásként a kormány annak a világ legnagyobb vagyonkezelőjének, amely több mint 10 billió amerikai dollár fölött rendelkezik. Hát bizonyan rá volt szorulva a magyar dolgozók, a magyar KKV szektor pénzére ez az óriás multicég is. Ezzel egy időben a jelenlegi kormány a korábbi balliberális kormányokkal együtt kiépített egy olyan sarcoló rendszert, ami viszont az utolsó fillérjét is elveszi a magyar embernek, a magyar vállalkozónak, a magyar dolgozónak, a magyar nyugdíjasnak. Ez az a rendszer, amely most a végrehajtó maffia ügyben kiteljesedett, és ez egy 30-35 éve szisztematikusan felépített rendszer, ami arról szól, hogy Magyarországon egy egyszerű parkolási bírságból lehet az embernek akár több százezer forintos tartozása, a végén elveszítheti, elvehetik tőle mondjuk a házát, elveheti, vagy elveszítheti az autóját, és ebben a rendszerben látjuk, hogy a végén ott vannak a végrehajtók, akik kíméletlenül a törvényeket, a szabályokat nem betartva elveszik akár a 33%-nál több jövedelmet, elveszik akár a családi pótlékot, a bank pedig széttárja a kezét. A kérdésem miniszterelnök úrhoz az, hogy mit tett a kormány, mit tett miniszterelnök úr, vagy a miniszterelnök úr által vezetett kormány által létrehozott, meg kell néznem, hogy mi a neve ugye ennek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának, tehát mit tett, hogy kivizsgálja ennek a végrehajtó maffiának a visszaéléseit, és támogatja-e, egyenes választ kérek miniszterelnök úrtól, a Mi Hazánk mozgalom felvetését, hogy legyen a végrehajtás non-profit végre Magyarországon, szűnjön meg ez a maffia rendszer. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés, és megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát ami a végrehajtó rendszer átalakítását illeti, szívesen fogadunk bármilyen javaslatot, és érdemben meg fogjuk fontolni. Ha megengedi, ez komolyabb dolog, annál sem, hogy bűt vagy bát mondjunk rá itt hirtelen. De ha van ilyen javaslata az ön pártjának, akkor kérem, hogy forduljon hozzánk bizalommal, és az igazságminiszter meg fogja vizsgálni, és adunk egy tisztességes választ. Tudunk ebben egy malomban őrülni, vagy sem. Ami a támogatások dolgát illeti, több egyszer vagyok kénytelen elmondani, hogy a külföldi nagy beruházások támogatása, amely Magyarországon egy átlátható rendszerben történik, része a mindenkori költségvetésnek. Az összeg, amit erre fordítunk, az nagyságrendekkel kisebb annál, mint amit egyébként a magyar alapvetően kis- és középvállalkozások megsegítésére fordítunk. Ez Magyarország, ezért elsőbsége a magyar vállalkozásoknak van. És ott, ahogy egyébként magyar vállalkozások képesek világszínvonalon teljesíteni és kiszolgálni a magyar gazdaságot, ott külföldiekre se nagyon tartunk igényt. Ezért van az, hogy vannak is olyan területek, ahol egész egyszerűen kivásároltuk őket, mondjuk úgy, hogy visszavásároltuk azt, ami korábban nemzeti kézben volt, és most ismét magyar állami kézben van. De az igazságnak, vagy az éremnek a másik oldala pedig az, hogy ilyen beruházásokra szükségünk van. Ezekért a beruházásokért verseny van.
Tehát az nem úgy néz ki, mint hogy itt néhány képviselőtársam fejéből ezt én kirajzolódni látom, hogy a magyar kormány fölhív valakit, és akkor az egész egyszerűen idejön egy nagy beruházással. Ez úgy történik, hogy a nagy cégek versenyeztetik az országokat a tekintetben, hogy ők melyik országba mennek. Ez az akkumulátorgyárakra, de a gépkocsi gyárakra, bármilyen gazdasági, alapvetően ipari beruházásra igaz. Tehát valójában nem a cégek keresnek maguknak helyet, hanem az országok szeretnének, különösen az alultőkésített Magyarországhoz hasonló országok szeretnének tőkét bevonzani, és mindenfajta csomagokat állítunk össze a számukra, a foglalkozástól a pénzügyi támogatásig, hogy a sok rivális közül minket válasszanak, és ne más országokat. Szerintem ebben a versenyfutásban érdemes Magyarországnak jól szerepelnie. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót. Parancsoljon, frakcióvezető úr. Miniszterelnök úr, akkor élek is rögtön a lehetőséggel, és akkor mondjuk itt is a javaslatainkat. Tehát egyrészt legyen a végrehajtás non-profit, úgy, ahogy az már egyszer volt Magyarországon és Európa számos országában, jelenleg is non-profit, és akkor nem tud egy ilyen végrehajtó maffia kialakulni. Másrészt az a kérésem miniszterelnök úrhoz, hogy segítsék, és semmiféleképpen ne akadályozzák ennek a végrehajtó maffia ügynek a felderítését. Tehát, hogyha a kormánypárti politikus vagy bárki érintett az ügyben, akkor az kerüljön börtönbe, sőt, kerüljön előzetes letartóztatásba, akár hogyha az államtitkár akkor is. Másrészt pedig a devizahiteleseket is meg kellene tényleg segíteni, hiszen még mindig vannak, akik élethosszig, sokszor a gyermekeik, akár azért, mert kezességet vállaltak a szüleik devizahiteleért, élethosszig még mindig üldöző őket a végrehajtó és a rendszer, miközben más országokban, akár nyugati országokban, ott pedig az 5 év az 5 év elévülésítő a végrehajtási esetekben is. Itt pedig magyar családokat egyszerűen elüldöztek emiatt a rendszer miatt Magyarországról. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, miniszterelnök úr, önnél a szó. Jó, értem, itt két különböző dologról beszélt a képviselő úr. Az első az az, hogy hogy állunk a volt devizahitelesekkel most. Miután nem adta meg azt a segítséget, hogy a kérdés címében megmondja, hogy miről fogunk beszélgetni, ezért most kénytelen vagyok az emlékeimre hagyatkozni, és remélem, hogy nem tévedek nagyot, de a, sőt egyáltalán, ha jól emlékszem, akkor 1,1 millió, tehát 1 millió 100 ezer olyan szerződés volt, amely devizahitel szerződés volt. Ezt a problémát kellett megoldani. Arra a kérdésére most nem tudok válaszolni, hogy mennyit vezettünk ki ebből, de én azt hiszem, hogy szinte mindet, vagy az elsőprő többségét, ettől még maradhattak valamennyien, és a következő alkalommal szívesen megvitatjuk ezt önnel érdemben és mélységben, hogy mennyien maradtak, velük mi van, mi a sorsuk, és mit tudunk segíteni, ebben ön számíthat ránk. Ami pedig a törvények betartását illeti, mindegy, hogy valaki miniszter vagy államtitkár, horribile dictu miniszterelnök, a törvényeket mindenkinek be kell tartania. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Szabó Rebeka, a Párbeszéd képviselő azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miniszterelnök úr, miért veszélyeztetik gyermekeink jövőjét címmel? Öné a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr! Önök úton útfélen azt hangoztatják, hogy a család és a gyermekek védelme mennyire fontos önöknek. A valóság azonban az, hogy önök magasról tesznek a gyermekeink jövőjére, hiszen gond nélkül feláldozzák vizeinket és termőföldjeinket, oda dobják ezeket a külföldi multiknak, a lényeg, hogy közben önök és üzletfeleik megtömhessék a zsebeiket. Pedig a gyermekeink biztonságát nem a környezet pusztító akkumulátorgyárak jelentik, hanem a víz és a termőföld. Az önök aktuális nagyhatalmi lázáma miatt hazánkban több ezer hektár termőföldet tesznek tönkre. Csak most legutóbb a Debrecen melletti akkumulátorgyár a legjobb minőségű termőföldeket áldozták fel miatta, ami egyébként konkrétan ellentétes a termőföldvédelmi törvénnyel. Emellett szintén az akkumulátorgyárak miatt egy tizedével akarják növelni az ország vízfelhasználását. Miniszterelnök úr, ez plusz 1 millió ember vízigényét jelenti összesen. Miközben Magyarországon is klímaválság van, az alföld talajvíz szintje folyamatosan süllyed, az asszály egyre súlyosabb. Ha megépül a kínai akkumulátorgyár, Debrecen és környéke
egyszerűen ki fog száradni. Azt nem tudom, pedig tudja, hogy a komáromi akkumulátorgyár miatt a tatai karsztvizet akarják felhasználni. Ez a legjobb minőségű vízünk, amit önök ipari célokra akarnak elpocsékolni. Miniszterelnök úr, kérem tisztelettel válaszoljon, hogy miért betonozzák le a legjobb magyar termőföldeket? Miért szárítják ki szándékosan a fél országot, áldozzák fel az ivóvízünket? Miért veszélyeztetik a vízkincsünket, így az élelmiszertermelést és a természeti környezetet is? Miért nem igyekeznek inkább megóvni hatékony intézkedésekkel ezeket a vizeket? És tisztelettel arra kérném, hogy a gyermekeink jövőjéért aggódó édesanyák és édesapák miatt most szíveskedjen a brüsszelezés és gyurcsányozás helyett érdemben válaszolni a kérdésemre. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Miniszterelnök úr, parancsoljon. Fájlalom, hogy a legfontosabb kérdésektől eltiltott engem, de hát komolyra fordítva a szót, Magyarországon minden beruházásnak van egy rendje. Egy beruházás akkor lehet Magyarországon létrehozni, legyen szó bármilyen gyárról, hogyha a hatályos jogszabályokat betartják. Ezek a jogszabályok tartalmaznak környezetvédelmi és biztonsági előírásokat is. Ráadásul a szabályok vonatkoznak az engedély kiadásakor, szabályok vonatkoznak a beruházásra az építésnél és a működtetésnél is. És én a legmagabiztosabban és jó lelkiszerettel mondhatom önnek azt, hogy minden ilyen szabályt az államigazgatásnak be kell és be is szokta tartatni a beruházókkal. Tehát azt gondolom, hogy amit a szülők, ahogy ön fogalmaz, a gyermekeik érdekében elvárhatnak a mindenkori magyar államtól, hogy minden beruházásnál a lehető legszigorúbb, Magyarország esetében egyébként az európai szabályoknál időnként bizonyos vonatkozásban szigorúbb szabályok mellett lehessen csak beruházásokat végrehajtani, ennek a követelmének szerintem Magyarország ma eleget tesz. Ami az akkumulátorokat illeti, mert úgy látom, hogy az egy ilyen sláger témává vált, ugye, arról van szó, hogy az egész európai, sőt a világ autógyártása is átalakul, elektromos autókat fognak gyártani. Az a kérdés, hogy hol fogják gyártani ezeket az elektromos autókat, ideértve azoknak minden fontos alkatrészét. Ahol ezeket a gyárakat föl fogják építeni, ott lesznek a munkahelyek. Magyarországon ma a járműiparból több százezer család él meg. Ha Magyarország nem tud az elektromos autógyártásban szerepet játszani, ez a több százezer ember el fogja veszíteni az állását, mert a régi típusú autógyárai le fognak épülni. Ezért be kell tartani a szabályokat, ez mindent megelőz, és ugyanakkor iparpolitikai szempontból racionális döntéseket kell hozni, a járműgyártás támogatása ilyen döntés. Miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót, képviselőasszony, parancsoljon. Tisztelt miniszterelnök úr, egyrészt teljesen abszurd, hogy egy ekkora országban pont az egész elektromobilitás legszennyezőbb iparágát, az akkumulátorgyártást akarják ilyen mennyiségben idehozni. Rengeteg, túl sok akkumulátorgyár lesz már ebben az országban, rengeteg áramot, termőföldet és vizet fognak felhasználni. És ráadásul nagyon rossz, hogy lehet, hogy önnek nem szóltak, de az a helyzet, hogy Magyarországon a környezetvédelmi hatóságokat durván leépítették az önök elmúlt 13 évében. Ha megnézi például a Gödi Samsung már működő akkumulátorgyárat, hogy hány szabályszegés volt, a katasztrófavédelem kiszáll, nem tudják őket megbüntetni, mérgező oldószert találtak a talajvízben, és azt is érdekes lenne megnézni, hogy hogyan engedélyezhetik azt, hogy a tatai karsztvízbázist használják fel ipari víznek akkumulátorgyártás céljából. Miniszterelnök úr, kérem nézzen ennek utána, mert lehet, hogy az ő háta mögött véletlenül feláldozzák az ország vízkincsét, és tönkreteszik a természeti erőforrásainkat. Erre nem tért ki a napi rendelőtti beszédében, de higgy el, hogy a természeti erőforrások is stratégiai jelentőségűek, nem csak a gazdasági növekedés, meg a pénz, amit ő remél idehozni. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg. Miniszterelnök urat, parancsoljon, miniszterelnök úr. Tisztelt képviselőtársam, miközben a természeti erőforrásokért való aggódásban azt hiszem, hogy osztom az ön álláspontját, mégis kénytelen vagyok azt, amit ön itt elmondott, egész egyszerűen rémhírterjesztésnek minősíteni. Amiket ön mondott, egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Tehát Magyarországon senki sem veszélyezteti és nem is veszélyeztetheti a vízvagyont. Semmilyen ipari beruházás sem jöhet létre, amelyre ne vonatkoznának világos és egyértelmű szabályok,
Az, hogy ön eleve bizonyos tevékenységet vagy termelési irányt ki akar zárni a magyar ipar jövőjéből, azt pedig nem tartom értelmes álláspontnak, tekintettel arra, hogy mondjuk zöld szempontból igazán példának tekinthető Németország 14 akkumulátorgyárat fog építeni a közeljövőben. A legnagyobb akkumulátorgyár Európában nem Magyarországon épül, hanem Lengyelországban. Lengyelországban 60 cég létezik, óriásiak, amelyek erre az iparágra állnak föl. Tönkre akarják tenni a lengyelek a saját hazájukat. A precizitásukról híres németek tönkre fogják vágni a német gazdaságot, ezt akarja mondani. Tehát szerintem ez a fajta hozzáállás, ez nem más, mint rémhírterjesztés. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országos Csárdi Antal, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről miniszterelnök úr címmel? Csárdi Antal képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszterelnök úr, rossz irányban ott folytatjuk, ahol előbb abba hagyta. Ön úgy minősítette az LMP tiltakozását az idecsápított akkumulátorgyártó kapacitások ellen, hogy ez a külföldi beruházások elleni harc. Ez nem igaz, tisztelt miniszterelnök úr, de mit is jelent az önök akkumulátorgyártó stratégiája? A világ akkumulátor gyártásának egy jelentős része ide kerül, az akkumulátorok oda, a környezet terhelés pedig marad itt, hazánkban. Miről is beszélek? Értékes termőföldeket áldoznak föl annak érdekében, hogy ezek a cégek ide települjenek. Ön úgy fogalmazott, miniszterelnök úr, hogy soha nem engedi meg, hogy külföldi kézbe kerüljön a magyar termőföld. Minek nevezzük azt, amikor egy jó minőségű termőföldre építünk rá egy akkumulátorgyárat? Mit jelent még az akkumulátor stratégia ezen kívül? Víztartalékainknak az elpazarlása. Lehet tudni, hogy Komáromnak, ahogy korábban már elhangzott, a szomszédos területről kell ivóvizet biztosítani a Komáromnak, azért, mert Komáromnak a természetes vízkészletét elhasználja az ott működő akkumulátorgyár. A közvetlen környezetszennyezés. A Gödi Samsung gyárat tavaly év végéig 17-es darab alkalommal bírságolták meg. Igaz, arra mindig nagyon figyelt az éppen aktuális hatóság, hogy a bírság mértéke ne legyen megfizethetetlen, és ne legyen fájdalmas ennek a cégnek, amelyik 760 milliárd forintos bevétellel tervezhet. És nem utolsó sorban, uniós szabályok azt mondják, hogy a legyártott akkumulátorokat és annak a hulladékait ott kell kezelni, ahol ezt előállították. Tisztelt miniszterelnök úr, mikor számíthat a magyar nemzet arra, hogy a jövő nemzedékeit figyelembe veszi a gazdaságpolitika tervezése során? Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak válaszadásra. Parancsolj, miniszterelnök úr. Én azt hiszem, hogy értem, amit ön mond, és a termőföld védelem ügyében egyet is értek önnel. Tehát fáj az ember szíve, amikor azt látja, hogy egyébként termőföldet, nem csak ipari beruházásra, hanem akár lakóvezetek kialakítására is kivonnak a művelésből, és más célra fordítják. Ennek egyáltalán nem örül senki. A magamfajta falusi meg legkevésbé. Tehát ez nem jó dolog. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy valahova utakat kell építeni, valahova vasutat kell építeni, valahova gyárakat kell tenni. A kérdés nem az tehát, hogy melyik lábunkra álljuk, hanem hogy hogyan ne billenjen meg az egyensúlyunk. Tehát meg kell védeni mindent, ami megvédhető, egyetlen négyzetmétert sem szabad feleslegesen feláldozni, de ugyanakkor mindennek meg kell történnie út, vasút és gyárépítés tekintetében, amire szüksége van Magyarországnak. Ha azt mondta volna ebből, azt a következtetést mondta volna le, akár bírálatként a kormány irányába, hogy ezért a kormánynak jobban kellene arra törekednie, hogy több legyen a barna mezős beruházó, tehát már korábban kivont területeken létrejövő új ipari beruházás, mint a frissen, zöldmezősen létrejövő beruházás, akkor még egyet is tudtam volna önnel érteni. Dolgozunk ezen, nem olyan egyszerű. Most terjesztünk be majd egy törvényt, ami egyébként megpróbál az eddiginél jobb arányokat létrehozni. Tehát én osztozom a fölvetésének egy fontos részében. Amiben nem osztozom, az a akkumulátormánia. Tehát ez
Ma akkumulátorgyárak működnek Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban, Nagy-Britániában, Hollandiában és Svédországban, és a mi tudomásunk szerint az uniós tagállamok, a 27 uniós tagállam felében lesz olyan gyár, amely kifejezetten lítium-ionos akkumulátorokat fog gyártani, és az minden európai ország, kéve Máltát és Ciprust, valamilyen módon az, ebben az értékláncban termelőként részt fog venni. Ez az európai körkép. Köszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon. Tisztelt miniszterelnök úr, ugye az alapkérdés mégiscsak az, hogy milyen környezeti feltételek között hoznak létre ilyen gyárakat. És jelen pillanatban a helyzet az, hogy a éghajlatváltozás eredményeképpen a Kárpát-medence kiszáradóban van. És nem, erről nem az Orbán kormány tehet, de mégiscsak így van. És ehhez képest azt gondolom, a felelősség viszont az Orbán kormányé, hogy észreveszi-e azt a... A felelősség az Orbán kormányé, hogy észreveszi... Folytassa, képviselő úr. Tehát, elmondom harmadszor is, bár látom, hogy a frakciójának nem tetszi, a felelősség az Orbán kormányé, hogy odafigyele a kiszáradóban levő Kárpát-medencére, hogy vállal-e felelősséget annak érdekében, hogy ezek az akkumulátorgyártó cégek ne itt okozzanak környezetterhelést, mert ez a jövő generációnak nem érdeke. Lehet olyan gazdaságpolitikát folytatni, ami sikeressé teszi Magyarországot, de ehhez az oktatásba kellene sok-sok milliárdot beszélni. Köszönöm, képviselő úr, köszönöm, lejárt az idő. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsoljon miniszterelnök úr. Bármilyen furcsa, a lényeget illetve egyetértek önnel, tehát... Különösen, hogy nem mi tehetünk a Kárpát-medence kiszárításáról. De ha komolyan fordítjuk a szót, az a helyzet, hogy ez a felelősség, ez egy közös felelősség. Most is fönnáll, és a következő kormányokat is terhelni fogja. Olyan változások vannak a világban, az éghajlatban, a Kárpát-medence magától nem fog megmaradni olyannak, amilyennek mi azt szeretnénk. Itt komoly dolgokra, komoly politikákra van szükség. Én szeretnék azonban mégis különbséget tenni a rémhírterjesztés, meg az emberek indokolt félelme között. Tehát szerintem az emberek indokolt félelmére világos, egyenes választ kell adni. És ezt mi meg is adjuk. Nem igaz, hogy kiszárítjuk a Kárpát-medencét. Nem igaz, hogy olyan mennyiség vizet használunk föl, amely tönkreteszi az adott élőhelyeket. Nem igaz, hogy olyan szennyezés szabadít a beruházó Magyarország nyakába, ami az ott élő emberek életét, ezek mind nem igazak. Ugyanakkor elvárják az emberek, és igazuk van, hogy minden egyes ezzel kapcsolatos félelmükre és fönntartásukra világos, egyenes választ kapjanak. És a magyar államnak az a kutya kötelessége, hogy ezeket a válaszokat meg is adja, és ezt higgadt, nyugodt módon ezután is meg fogjuk tenni. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Barca Attila, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Vajon mit várnak el a tengeren túlon a guruló dollárokért címmel? Önne a szó, képviselő úr.